mert hogy ő egy ilyen kis rejtőzködő lény. Van szárnya, ami segít neki az időben utazni, tehát ez nagyon fontos volt, hogy egy időutazó lény szerettünk volna. És egy, egy ilyen játékos, kikukucskálós, bekukucskálós, beáll a katonák közé, egy ilyen karakter. Mármint Mojka a kis mojlepke vezeti végig a könyvetolvasót Mikó Ferenc életútján. A kiadvány azt a politikus diplomatát mutatja be, aki Betlen Gábor fejedelem jobbkezeként a török szultánnal is folytatott fontos tárgyalásokat. Sőt, egy ízben a szultán arra is kérte az erdélyi fejedelmet, hogy ne küldjön más követet, mint a csíkiak kedvenc várának építetőjét. Őt mutatja be az ő korával együtt, színesen és interaktívan a Mojka és Mikó Ferenc megjelent kiadvány, melyet Szaborita írt, orosz Annabella illusztrált. Napi szinten eljárnak az emberek a Mikóvár mellett, de kevesen tudják, hogy miért is Mikóvár ennek az épületnek a neve, amit Csíkszeredában van, és innen jött az ötlet, én meg válaszoltam a kihívásra, jó, hát próbáljuk meg csak akkor még nem tudtam, hogy milyen keveset tudunk mi Mikó Ferencről, és milyen nehéz is lesz az ő karakterére építeni egy könyvet. Viszont ez egy lehetőséget adott, hogy ne csak egy személyről szóljon a könyv, hanem tulajdonképpen az erdélyi fejedelemség korszakáról, amikor ő élt. Tehát ez nem csak egy személyt bemutató kis történelemkönyv, hanem tulajdonképpen tágabban egy egész korszakot próbálunk meg közelebb hozni a gyerekekhez. Mojka a könyvet lapozó számára olyan tárgyakat is megmutat, melyeket a Mikóvárban működő Csíki-Székely látogató is megtekinthet. Ezek által megismerhetjük a környezetet is, amiben éltek a 17. század főúrai. Milyen tárgyak vehették ezt a Mikó Ferencet körül, amikor itt sétált a Mikóvár a falai között, és akkor itt van ez az angyalkás csemp, ami valószínűleg az eredeti berendezéséhez tartozhatott a korabeli várnak. Az 1623-ban elkezdett Mikóvárban valószínűleg sose lakott a diplomata Mikó Ferenc és családja. Gyulafehérváron Betlen Gábor fejedelem szomszédságában élt, családjával együtt. Címere és jelmondata sokat elárul a csíki főúr jelleméről is. Vannak ilyen interaktív elemei is a könyvnek. Például itt van egy ilyen játék, ahol azt kérdezzük a gyerekektől, hogy na vajon mit ihatott ebből a velencei pohárból, amit a kiállításban is megjelenik, Mikó Ferenc, és akkor itt lehet választani, és akár be is lehet karikázni, vagy x-et lehet amellé tenni, hogy narancs levet, fagylaltot fogyaszthattak, mert ugye egy picit ilyen fagylaltos kehelyre emlékeztet bennünket, vagy bort ihattak, vagy teát, kávét. Egyáltalán létezett narancslé a korban. Tehát, hogy az a célunk ezzel a könyvel, hogy ne csak a gyerekek szájába rágjunk történelmi tényeket, információkat, hanem egy picit elgondolkodtassuk, hogy vajon mennyivel volt másabb az a világ, vajon mit ittak, mivel, mik vették őket körül. Tehát így nézett ki a Mikó családnak a címere, és akkor itt van rajta a felirat is, hogy Mikó Ferenc Gyula-Fehérvári házának 1629-es címeres feliratos köve, hidvégi Mikó Ferenc, Gábor, erdélyi fejdelem tanácsosa, kincstartója, Csík Gyergyó és Kászonszék főkapitánya. És ez volt az ő jelmondata, hogy munkában csillog az erény. Hogy kerül a hamburger Mikó Ferenc tányérjára? vagy rejtett kamera a szultán tárgyalótermébe. Ezek a kis részletek is arra ösztönzik az olvasót, hogy elgondolkodjon, kutakodni kezdjen, válaszokat akarjon és találjon. Mojka a mojlepke vezetésével, sok más érdekesség is kiderül Mikó Ferencről, valamint arról a korszakról, amelybe a kis rovar elrepíti az olvasót. A könyv készítői Szabó Rita és Orosz Annabella Képregény, keresztrejtvény és sok más érdekes kis elgondolkodtató játék által utaztatják a múltba, olvasóikat úgy, hogy közben a kíváncsiságát is felkelték, gondolkodásra ösztönzik. Játékos, pajkos, időutazó.